Már volt, és Botka László reményei szerint lesz is még oktatási miniszter Hiller István. Az MSZP kampányában azt a feladatot kapta, hogy oktatási, koordinálási részt hajtson végre. Jó reggelt, vagy jó estét kívánok önnek. Szép jó estét kívánok. Önből lesz akkor lehetséges oktatási miniszter? Hát csak lépésről lépésre. Jó estét, kedvi csokolom. Először nyerjük meg a választást. Hogyha ezt az aprócska akadályt már legyőztük, akkor azt gondolom... Aprócska akadály. Igen, mert gondoltam, ez egy szép alliteráció, hogy aprócska akadály, és ezzel köszöntöm itt, örülök, hogy beszélgethetek önnel. A választásra való felkészülésben ez a terület, ami gondolom mindannyiunk számára világos, hogyha mégiscsak a gyermekeink ilyen értelemben az országunk egészének jövőjéről szól. Erre kaptam felkérést a miniszterelnök jelöltől, ezt vállaltam, és azt, hogy hozzásegítem a társaságomat, és hozzásegítem az országot, hogy egy reményeink szerint jobb országban, jobb Magyarországon éljünk, ahol a gyermekeinknek nem elmenni kell, a diploma nem piacképtelen, a szakmunkások nem inasok, hanem úgy tudnak elhelyezkedni, hogy a munkájukból meg tudjanak élni. Ezek a célok, ezek a lényeges dolgok. Csak akkor van jó iskola, hogyha az a gyereknek jó. Mielőtt az oktatásról beszélnénk, illetve az oktatás politikájukról, azoknak az egyes lépéseiről, előtte arról kérdezném, hogy azt mondja el nekem teljesen frankon, hogyha lehet ezzel a pesties kifejezéssel élnem, miért Botka László mellett tette le a voksát? Azért, mert ő benne látom azt az embert, aki egyébként kitűnő szegedi példa nyomán képes ezt az országot az előbb elmondott igazságosabb és tisztességesebb útra vinni. Én a korábbiakban kevéssé ismertem, egy frakcióba ültünk, de inkább az oktatási miniszter és Szegedváros polgármestere beszélt egymással. Sok alkalommal voltam a szegedi szabadtéri játékokon, vagy az egyetemen, a Szegedi Tudományegyetemen. Ezek mindig jó megbeszélések voltak, amelyek eredményt hoztak, de az, hogy hogy vezet egy csapatot, hogy hogy épít, hogyan gondolkodik a politika egészéről, ezt az utóbbi néhány héten, hónapban látom, meggyőző. Kapott ön valamire felhatalmazást, hogy mi az, amit átgondoljon, vagy a változtatási lépéseket meghozza benne oktatáspolitikával kapcsolatban? Igen, szabad kezet kaptam. Igen. És mi lenne ez, hogy mik lennének az alapvető sarokkövei? Szeretném, hogyha minden magyar diák, fiatal 18 éves koráig tanulna. Képzelje el, hogy most már több mint 50 ezer fiatal van, elsősorban szegény családból származó lány, akiket ez a politika kidobott az iskolából az utca szélére. Őnekik már nem lesz soha se szakmájuk, se diplomájuk. Ez egy középváros Magyarországon már lakosságát tekintve. Picit magyarázza meg ezt a kijelentését. Európában, és nem csak az Európai Unióban, több országban hozzányúltak a gazdasági világválság nyomán az oktatás rendszeréhez. Ahol hozzányúltak, ott a tankötelezettség korhatárát emelték, például Angliában. Némiképp még módosabb, vagyonos állam, mint mi, és azt gondolták, hogy a válságra való helyes válasz az, hogyha az iskola rendszerben tartják hosszabb ideig a diákokat, mert úgy nagyobb biztosítékkal lépnek ki a munkaerőpiacra úgy, hogy munkát tudnak vállalni, hogy lesz munkájuk, és ebből meg tudnak élni. Egyetlen egy kormány van egész Európában, amelyik hozzányúlt az oktatás rendszeréhez, és csökkentette a tankötelezettség korhatárát. Megjegyzem, ilyen Eötvös József óta, mióta szervezett magyar tanügyigazgatás és közoktatás létezik, ilyen nem volt. Mindig, ha valaki hozzányúlt, emelte, vagy nem nyúlt. Vagy nem bántotta ezt a rendszert. Ez az első alkalom, amikor hozzányúltak, és 18 évről 16 évre csökkentették. Ez a két év, tudnék a 18-ról 16-ra való csökkentés azt eredményezte, hogy 2011, illetve 2013 óta, ez a felmérés egyébként nem politikustól származó felmérés, ez szakmai, szociológiai felmérés, hozzávetőlegesen 50 ezer gyerek, aki az iskolából kikerült, nem tanul tovább, nem lesz diplomája,
nem lesz szakmája. Milyen ország ez? Ön akkor úgy látja, hogy egyébként a szakképzett munkaerő kialakulásának egyik feltétele nem lehetne az, hogyha valaki mondjuk 16 évesen abba hagyja az iskolát, és utána szakképzésben megy tovább? De én kimondottan becsülöm a jó színvonalú szakképzést, amely modern munkára, munkavállalásra készít föl. Az a szakképzési törvény, amit elfogadtattak, ennek sokféle változása közül talán a leglényegesebb, hogy az úgynevezett közismereti tárgyak arányát csökkentették, gyakorlatilag lenullázták. Ezt kérem itt ma Magyarországon inasképzés. A betanított munkás az egy csúcs teljesítményt nyújtó ember ahhoz képest, amilyen képzés itt folyik. Ezek az emberek, ezek a fiatalok a későbbiek során ezzel a tudással nem fognak tudni alkalmazkodni, váltani. Amikor 5 év múlva, 7 év múlva jön egy új technológia, meg kell érteni. Jön a leírása. De akkor én hogyan változtatna a szakképzettség hiányán? Először is a szakképzésen úgy, hogy a közismereti tárgyak arányát megemelném. Nem azért, nem az a cél, itt a vitapartnerekkel erről sokat beszéltünk, hogy Shakespeare szövegeket olvassanak, hanem hogy biztos alapokon meglegyen az olvasás, a számolás, a szövegértés, az informatikai ismeretek. Ez egy fundamentum, egy alap legyen. Ez most ráadásul úgy... De ő most az alapokról beszél, én meg egy kicsit már tovább mentem, tehát hogy itt már az idősebbeknek, vagy hát a fiatal tinédzsereknek a szakképzéséről beszélek én. Visszatérhetünk az alapokhoz, és beszélhetünk arról is, hogy az alapoknak a megléte az ma Magyarországon, a közoktatásban ön szerint megvan-e. És akkor itt tényleg beszéljünk az írásról, az olvasásról, a számolásról, hogy ezek készségszinten a gyerekekbe bevésődnek-e? Tegyük föl azt a kérdést magunknak, hogy az államnak milyen kötelessége van a felnövekvő generációk, a felnövekvő nemzedékekkel szembe. Az egyik az iskoláztatás. Az iskolának mi a legfőbb feladata? Az oktatás és a nevelés, a jó értelembe vett közlekedés egymással. Én azt gondolom, hogy egy modern világban nem azt kell megtanítani, hogy a petúniának mi a felépítése, sőt, hogy saját szakmámmal is beszéljek, nem azt kell tudniuk, hogy föl tudják sorolni Magyarország Habsburg uralkodóit, hanem tanuljanak meg gondolkodni, tanuljanak meg tanulni. Ehhez az úgynevezett alapkészségek vezetnek, hogy biztos legyen az olvasás, írás, szövegértés, számolás, és ma már az informatikai alapismeretek. Ha ezt nyújtja a hagyományos értelembe vett, mondjuk úgy általános iskola, leginkább az alsó tagozata, akkor van mire építeni. De akkor mit változtatna egész pontosan? Tehát például több tankönyvből lehetne a tanároknak választaniuk? Én nagyobb bizalommal lennék a magyar pedagógus iránt. Ez ma egy Mirelit rendszer. Ez a rendszer ma egyszerűen készen nyújtja azt, amit egy pedagógusnak le kell adni, és a szakma csínya bínja az, hogy hogy bánok egy gyerekkel. Az a 22 fiatal, fiúk és lányok, 7 évesek, 9 évesek, azok mégiscsak a tanterembe, a tanítónénére, a tanítóbácsira figyelnek a legjobban. Én nem tudom, hogy ön hova járt iskolába, szerintem ön is elfelejtette már, hogy 5-es korában földrajzból hányas kapott fél évbe. De egy tanár embernek egy szava, egy hangsúlya, az mindannyiunknak a fejébe, fülébe ott van. Na ezt a szabadságot elvették. Igenis vissza kell állítani a tankönyvpiac szabadságát. Igenis az egyes pedagógusnak több szabadságot kell adni. Igenis az igazgató az nem egyszerűen egy hivatalos házmester, hanem egy pedagógus közösség választott vezetője, amelyik felel, és akinek lehetőségei vannak. Nem lehet egy budapesti épületből irányítani Zalaegerszegtől Nyíregyházáig az összes magyar iskolát. Magyarul akkor a központosított rendszer az nem jó, tehát a klikket megszüntetné. Úgy, ahogy van. Ez nem is kérdés. De nem csak azt kell nézni, hogy mi az, amit nem akarok. Magyarul visszaadná az önkormányzatok kezelésébe az iskolákat? Nem. Azt gondolom, hogy nem kell visszatérni a 2010 előtti rendszerhez, mert annak is számos hibája volt, higgy el, én ezt belülről láttam. De a jelenlegi kormány azt mondta, hogy színvonal kiegyenlítést kell végrehajtani, történetesen, hogy nagyon nagyok a különbségek. Ebben a diagnózisban igaza volt. De aztán 7 év után most már látjuk az eredményt. Tudja, hogy lesz színvonal kiegyenlítés? Nem a gyengébbeket húzta föl ez a remek rendszer, a NER, hanem a jobbakat vitte le. Egész egyszerűen
Azoknál az önkormányzatoknál, szerkesztőasszony, ahol megvan a feltétel és a lehetőség, ez elsősorban a magyarországi értelembe vett nagyobb városok és a budapesti kerületek, az évszázados iskolavárosok, Sárospataktól Pécsig, Soprontól Pápáig, ott igenis azt gondolom, hogy ha ezt az önkormányzat akarja és vállalja, ha a szegediek azt mondják, nekünk kellenek az iskoláink, akkor legyen. Az azt mondja, hogy a nagy megye székhelyeken hagyná meg az iskoláknak a fenntartását? Azt mondanám, hogy én az egész rendszert egy párbeszédre építeném, nem egy dirigálásra. Egy önkormányzat az nem attól önkormányzat, hogy egyébként megfelelő jogkörökkel rendelkezve kormányozza a polgároknak azon részét, akik ott élnek. Ha egy megválasztott önkormányzat képviselői valóban kapják a lehetőséget, más tekintetben a felelősséget, hogy döntsenek. Én megkérdezném tőlük, hogy szegediek, debreceniek, évszázados legendás iskolavárosunk, akarjátok-e az iskoláitokat? Úgy, hogy ehhez persze az állam... Ki mondaná erre nemet? Hát ez a kormány ezt mondja. Hát ez a kormány ezt mondja. Még csak megkérdezni sem meri őket. De az államnak egyébként van felelőssége és van feladata. A kis településeken például, ott úgy gondolom, hogy az állam intézmény fenntartó jellege, az meg kell, hogy maradjon. Nagyon sok esetben láttam, hogy egy önkormányzat, egy olyan önkormányzat, amelyiknek nincsen bevétele. Bocsásson meg, mi alapján súlyozna akkor? Tehát mi alapján dönteni el, hogy ki az, aki saját fenntartású iskolát üzemeltet, és ki az, akinek pedig az állam kell, hogy a kezébe vegye ezt a feladatot? Én... Vagy melyik kis települések esetében feladat ez? Fordítva, azokat az önkormányzatokat szólítanám meg, nyilván ez az önkormányzati számhoz képest a kevesebb, amiknek a hagyománya, meg a lehetőségei megvannak. Egy Magyarország értelembe vett nagyvárosnak vannak, lehetnek saját bevételei. Egy kisfalunak nincsenek saját bevételei. Az állam találja meg a helyét. Tehát azt mondja, bocsásson meg, tehát, hogy csak hogy értsem, tehát azt mondja, hogy alapvetően az állam feladata és funkciója az, hogy az iskoláztatást elvégezze, igen. De ahol a nagyobb városok szeretnék ezt saját kezelésükbe venni, ott megengedni. Egy párbeszéd alapján kialakul egy rendszer, én ugyanis az oktatási rendszerben nem azt írnám elő, hogy 9 óra 27 perckor minden iskolában mit tanítsanak. Egy oktatási rendszerben vannak úgynevezett kimeneti pontok, mondjuk ilyen az érettségi. Na ott az államnak komoly feladata van. Egységesen minden érettségiző, minden iskola számára egy magas színvonalú követelményrendszert kell megalakítani, vagy megállapítani. De hogy oda hogy jutsz el? Hogy a diákjaidat, az osztályodat hogyan viszed el, azt én a pedagógus és a pedagógus közösségre bíznám. Természetesen vannak keretek. Egyébként pedig azt mondanám, hogy... Központosított tanterv nélkülön szerint ez lehetséges. Hát már miért ne lenne? Hát már miért ne? Mindegyik pedagógus, illetve mindegyik oktatási rendszer maga döntse el, hogy mi alapján tanítja a diákokat? Hogy hogyan viszi el őket az érettségig, ahogyan ön fogalmazott? Ugye először lássák a követelményrendszert, az állam akár tehet ajánlatokat is, de nem azt a kötelezettséget, hogyha valaki eltér egy központilag előírt rendszertől 2 óra esetében, akkor a fejére kopintanak, hát micsoda egy otromba baromság ez. De ezért van meg annak a lehetősége, században, hogy az ember választ akkor iskola és iskola között. Vagy éppenséggel tankönyv és tankönyv között. Vajon az a lényeg, hogy az állam által kibocsátott, és az állam azt mondja, hogy na ez hasznos, ez jó, miért nem a pedagógus mondja? Miért gondoljuk, hogy egy budapesti bürokrata jobban tudja, hogy mi kell a szigetváriaknak, mint a szigetvárot tanító pedagógus, aki azt a 22 gyermeket ismeri? De nem káoszról beszélek, nem azt mondom, hogy mindenki azt csinálhat, amit akarhat, mm-hmm. Dehogy. Ez egy rendszer. Csak ebbe a rendszerbe az egyéni szakmai képességnek, a kreativitásnak, a gyermekszeretetnek sokkal nagyobb része van, mint az államnak. Szerintem ez ma nem a gyerekről szól ez a rendszer, szerkesztőasszony. Ha azt kérdezi, hogy ez a kormány tudatosan csinálja, vagy valamiféle rossz dolgot rosszul tesz, akkor szerintem a leglényegénél tartunk, mert ma hatalompolitika az oktatás. Önnek 27 és 25 évesek a gyerekei, ugye? Milyen iskolai rendszerben neveltette őket? Lehetett választani? Ugye értelemszerűen a nagyobbik gyermekünk, hogyha most kiderül, hogy 27 éves, akkor a rendszerváltás idején született, tehát a köztársaság egyik gyermeke. Ugyanúgy általános iskolába járt Budapesten az első hat osztályba,
bárki más, utána egy másik hatosztályos gimnáziumba, és aztán magántanuló lett, mert azt gondoltam, hogy idegen nyelveket kell tanulni, hogy informatikai ismereteket kell tanulni. Tehát ön kivette őt akkor az a magyar oktatási rendszerből, hogyha lehet így fogalmazni? Hát kiment ő maga is, tehát nem nagyon kérdezte, de természetesen azért 16 évesen nem úgy van, hogy az ember veszi a hamuba sült pogását, azt elindul a világba. De én egy olyan oktatási rendszert szeretnék, amiben a piacon meglelhető szolgáltatások javarésze, az be, vagy ha tetszik, visszakerül az állami önkormányzati fenntartású közoktatás szisztémájába. Vagy itt van például az alapítványi iskola rendszer. Ez olyan kicsinek tűnt. 2%-nyi a hagyományos értelembe vett magyar oktatási rendszerbe, most már kevesebb. Semmit nem szeret ez a kormány, ami alternatív, ami eltér az ő sablonjától, ami nem olyan egyenruhában van, mint amit ő elképzel. Pedig vannak a segítségre még inkább rászorultak, akikhez leginkább mit ad az alapítványi rendszer. A választás szabadságát, hogy minél több alternatív intézmény lehessen, minél több alapítványi iskola létezhessen? Kérem, nem számszerűségében kell ezt, mert egyébként a teljes magyar iskola rendszernek, mondom, 2%-a volt. De igenis megengedném, hogy azoknak, akiknek sokkal több segítségre van szükségük, vagy akik az átlagnál sokkal tehetségesebbek, azokat nem lehet bekényszeríteni egy skatujába, mert valahogy elkalódnak, vagy unalmas lesz nekik ez az egész. Nem kell, hogy mindent az állam oldjon meg, de az állam tud lehetőséget teremteni, hogy ezek a problémák megoldódjanak. Szerettem a sokszínűséget, utálom az egyszínűséget, nem szeretem ezt a sablont, nem szeretem azt, hogy mindenki ugyanúgy, aki nem lép egyszerre, nem kap rétest estére, hát röhely. És kérem szépen, ha ezt én mondanám, akkor, vagy csak én mondanám, akkor ezt nyilván egy ellenzéki politikus választás előtti felvetésének venni. De a leghitelesebb, nemzetközileg elfogadott felmérésrendszer, amit valóban mindenütt a világon elfogadnak, PISA-nak hívják. Zuhanó repülést mutat a magyar közoktatásnak. Nem az, hogy egy kicsit elmozdult, és nem az, hogy hát azért itt-ott javítgatni kell. És mivel már 2010 óta két felmérés is publikálásra került, az is látszik, hogy a jelenlegi Fidesz kormány korábbi teljesítményéhez képest is zuhanás van. Két pont nagyjából meghatároz egy egyenest. Itt változás kell. De szerint ez a Fidesz kormánynak a bűne, hogy a PISA felmérésen rosszabbul teljesítenek a magyar diákok? Na hát kérem, 2010. december emlékeim szerint 7-én az akkori államtitkár asszony egy remek sajtótájékoztatón megköszönte a magyar pedagógusoknak azt a teljesítményt, amelynek eredményeként a PISA felmérést bemutathatta. Apró szépséghiba volt, hogy ehhez hihetetlenül semmi közük nem volt, tudni, a 2006 és 2009 közötti eredményeket foglalta össze ez a jelentés. De nem akarom azt mondani, hogy ez önmagában egy kormány bűne. Azt igen, hogy ők nem szakmai alapon, hanem politikai alapon nyúltak az oktatáshoz. Szerintem számukra fontos az oktatás. Csak éppenséggel nem a gyermekcentrikus oktatás, hanem az állam központú oktatás. Az legyen a legkisebbek fejébe, akinek nyílik az értelmük, még nincsen kialakult képük világról, emberről, környezetről, amit én beadologolok neked. Ez egy rossz automata. Váltás kell, leginkább a gyerekeink miatt kell váltás, mert nekünk már mégiscsak egyfajta kialakult képünk van a világról. Ön szabad kezet kapott tehát abban a tekintetben, hogy kialakítsa azt az oktatási programot, amivel Botka László megbízta önt. Ennek a részleteiről fogunk még beszélni. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.